Sziasztok! Rikári vloggal jelentkezem innen a B betűs autóalkatrész áruház központja mellől, a Ganz Mávag tőszomszédságából, és elveszett vágányokat, elveszett sineket fogunk most vadászni, abból az apropóból, hogy itt a Ganz Mávag körüli vágányoknak a jó része az már elveszett, például a Ganz Mávak próbapályájának a jó része, viszont most olyan alkalom van, hogy vélhetően útépítések, felújítások miatt újabb mementók, újabb darabok fognak elveszni, úgyhogy végigjárjuk ezeket a helyeket, ahol még ennek valami nyoma még megtalálható, és akkor kezdjük is itt mindjárt a Golgota úton, ugye a Golgota tér mögött, a Ganz Mávak szélén, ugye itt egy nagyon nagy épület, tehát talán irodaépület lehetett akkor is, de ebben nem vagyok biztos. A Ganz Mávaknak egy ilyen nagyon nagy, hosszú épülete található, és ha megnézitek, egyrészt itt van egy ilyen teherkijárat, de hát ez az épület, ez erősen fel volt újítva az elmúlt időszakban, és ha megnézitek, itt a lépcsőháznál kicsit máshogy néz ki a homlokzat, mint amúgy másút. Hát ennek egyrészt a felújítás is az oka, hogy ilyen módon újították fel, másrészt viszont itt, ahol ez a teherkapu van, itt valaha is egy kapu volt, de egy sokkal nagyobb, egy sokkal magasabb kapu, ahol vasúti járművek is tudtak kifelé közlekedni, ugyanis innen indult ki a Ganz Mávagnak a próbapályája, és itt, hogyha kicsit belenézünk az aszfaltba, akkor láthatunk benne ilyen repedéseket, töréseket, csíkokat, hát ez alatt, az aszfalt alatt ott vannak egyébként a sínszálak, itt a, ahogy megcsillan a fény rajta, talán még ki is vehető a sínszálnak a maradványa. Nincs olyan könnyű dolgunk, mert ugye ebben a gyönyörű időben jöttünk ide, de egy picit átlátszik a pocsolyán, hogy ott egy ilyen, hogy ott valami ott kikandikál, és az a valami egyébként egy sínszál. Itt egy kétnyomtávú vágány érkezett, vagyis haladt ki az épületből és a Ganz Mávag gyártelepéről. Egy kicsit, hogyha itt megpiszkálom a cipőmmel, akkor talán ki is kandikál a sínszál egy pillanatra. És itt egy kétnyomtávú vágány volt, ugye ez a jobb oldali volt a közös sínszál, és ahol két helyen is látunk repedést az aszfaltban, ott volt két másik sínszál. Ez a két nyomtáv nem a nálunk megszokott nyomtáv volt, ugyanis 750 mm-es keskeny és 1524 mm-es széles nyomtáv volt itt megtalálható. Egyébként így nagy ívben itt a parkon keresztül haladt, és a korábbi Simorma Vajda Péter utcán haladt ez a próbapálya egészen a Népligetig. Az építése a 40-es évekre vezethető vissza, a 40-es évek második felére, amikor is hát a második világháborús jóvátétel gyanánt a Szovjetuniónak nagyon nagy mennyiségű vasúti járművet kellett gyártanunk, és hát ennek a nagy részét a Ganz Mávag, illetve akkor még csak Mávag gépgyár végezte. Ezeknek, tulajdonképpen ezeknek a járműveknek épült ez a próbapálya. Ha jól emlékszem, akkor 1947-ben, hogy ezeket a gőzmozdonyokat, széles és keskeny nyomközű gőzmozdonyokat tesztelni tudják. Nagyon nagy mennyiségről volt szó. Csak jóvátétel gyanánt 525 darab mozdonyt és különböző alkatrészeket kellett gyártani és szállítani a Szovjetuniónak. Egyébként ezek a szovjet típusok ottani tervek szerint készültek, és a nagy gőzösből, tehát nem a keskenyom közülből, a nagy gőzösből végül 1350 darab készült itt a Ganz gyárban, ugyanis amikor a jóvátétel lejárt, akkor kereskedelmi szerződések alapján tovább folyt ezeknek a járműveknek a gyártása. És tulajdonképpen ezek a Magyarországon különlegesnek számító nyomtávok, ezek
ezek ezért váltak szükségessé itt a próbapályán a Ganzmávag, illetve a Népliget között. Közben itt keresztben a Golgota úton is vannak még sinek, valahol is sokkal több vágány volt, és ez a vágány, ez tulajdonképpen keresztezi a mi ominózus vágányunkat, és ez tulajdonképpen valahol egy rejtélyes dolog, mert itt valaha villamos közlekedett, ugyanis a később Vajda Péter utcán közlekedő villamos egy időben itt közlekedett a Golgota úton, és a Delei utcán, illetve a Bláti Ottó utcán volt összekötve, ott tért át a Simor, majd később Vajda Péter utcára, de ez a vonal 1940-es évek második felében megszűnt, és nagyon úgy néz ki régi műhold felvételeken, hogy fel is szedték ezeket a vágányokat, aztán utána később mégis ide kerültek, hogy ezek akkor mi célt szolgáltak, valamilyen iparvágány, vagy mi lehetett, ezt nem lehet tudni. Minden esetre ezen a területen akkor egy ilyen valamilyen lerakat volt, legalábbis a műhold képek tanúsága szerint. Sok vita folyik egyébként különböző Facebook csoportokban erről a vágányról. Minden esetre a megoldást még senkitől, meg semmilyen internetes forrásból nem hallottam és nem láttam, hogy ez valamiért mégis itt maradt, és valamiért nem látszik a műholdképeken, tehát hogy ez a 40-es évek vége óta van itt, vagy utána újra visszaépítették, ezt én most innen nem tudom megmondani. Minden esetre ennek a folytatása volt a 20-as és 32-i villamosnak a fordulója, ami itt a Mávak kolóniának a tömbjét kerülte meg, és elsősorban azt a célt szolgálta, hogy a Mávak dolgozóit szállítsa, vagy későbbi Ganzmávak dolgozókat szállítsa. A végállomása ugye itt a kapunál, a gyár kapujánál itt volt, és egyébként ezeket a tömböt megkerülő vágányokat 2018-ban itt egy csatornázás során és a közterület rendezése során szedték föl, és erről van is egyébként videóm, amiből ha tudok, akkor vágok be nektek részleteket, illetve hát régi képek is fellelhetők erről a hurokfordulóról és az itt közlekedő villamosokról. Az egyébként 1976-ban szűnt meg, és a vágányokat csak 2018-ban szedték fel. Közben, amíg átsétálunk a következő pontunkhoz, addig szeretném pár dologra felhívni a figyelmeteket, illetve szeretném megköszönni a támogatóknak, akik PayPal-on vagy akár csatorna tagsággal támogatják a csatornát. Aki szeretne ezen táborhoz csatlakozni, az megteheti egyrészt a csatorna tagsággal, vagy éppen akár a szuper köszönettel, vagy pedig PayPal-on a leírásban található linket. A másik fontos dolog pedig, hogy programajánlók és mindenféle, főleg nemzetközi jellegű közlekedéssel kapcsolatos hírek a Ricari portálon, a ricari.eu oldalon olvashatók. A próbapálya vágányai egyébként itt nagy ívben átszelve a parkot, valahol itt érhettek ki a Vajda Péter utcára, hát ott a fák mögött van az előző helyszín, ahonnan elindultunk, és tulajdonképpen itt a Vajda Péter utcának az északi oldalán haladtak. Ugye akkoriban itt még két másik vágány, a 23-as villamosnak a vágányai is megvoltak, de ugyanúgy, ahogy most itt a 99-es busz kiindul a megállóból, a 99-es busz is akkor is errefelé közlekedett, és tulajdonképpen három vágány, ami négy haladt itt az utcában, itt a Vajda Péter utcában, mert ugye középen a villamosnak a két vágánya, és itt a mi oldalunkon pedig a próbapályának a két nyomtávú vágánya, amire ezért mondtam azt, hogy három vágány, ami négy, mert tulajdonképpen az a vágány kettő volt, ha úgy vesszük.
Akkoriban egyébként, amikor járt a 23-as villamos, itt volt a megálló, és ez volt egy ilyen megállóhelyiség. Hát ma már, mivel használaton kívül van, ezért be volt falazva, vagy be van falazva, és itt pedig a vasasztal, amit már mutattam nektek videóban, a rejtélyes vasasztal, ez pedig egy geodéziai alappont. Ugye annak idején építettek ilyen, vagy létesítettek ilyen öntött vas alappontokat, melyeken ilyen asztal is volt, vagyis hát ilyen asztal formájúra voltak öntve, abból a célból, hogy állvány nélkül el lehetett rajta helyezni a műszert. És akkor most jöttünk a 99-es busszal egy megállót, és mindjárt megmutatom az apropót, hogy miért vagyunk itt. Ugye a 99-es busz kihalad a megállóból, és ennek az eredeti útvonala ugye egyenesen vezet tovább a Népligeten keresztül, de most ez a busz bizony le fog fordulni, itt látjátok is, hogy indexel is, és ez a busz ugye most jobbra itt lekanyarodik, zöldre váltott neki a lámpa, és ennek az az apropója, hogy felújítják ugye az utat, és ezt az utat keresztezte a próbapálya korábban, és ezért félő, hogy esetleg a Ganz Mávagnak a próbapályája eltűnhet, most az utolsó nyomai is eltűnhetnek. Hát közben akkor kihalad a következő kocsi is a megállóból, egy Van Hool, és akkor itt ránézünk egy kicsit a, ha már itt vagyunk, a ma Ganz Holdingnak nevezett cégnek a bejáratára, hiszen hiába a magyar vasúti járműgyártás, legalábbis a Ganz Mávag és jogutódjai tekintetében megszűnt, de a cég az még létezik, és különböző dolgokat, például transformátorokat, forgógépeket és egyéb elektromos dolgokat most is gyártanak, de hát elsősorban nem itt Budapesten, hanem más telephelyeken. Egyébként itt a Vajda Péter utcában, ugye a Könyves Kálmán körút közelében vagyunk, és érdekességként elmondom, és majd be is vágom ide a képeket, ugyanis az interneten fellehetők nagyon régi képek, amikor valahol ezen a területen is kihaladt egy próbapálya, és az sokkal régebben, több mint 100 évvel ezelőtt, a 20. század elején volt, legalábbis a fellelhető képek dátumozása 1908-as, már akkor igény volt ugye a járművek kipróbálására, és olyan képeket láthatunk, amikor itt, ahol ez az épület együttes van, amiben kábelgyár, a P betűs áruház és valamilyen konditerem működik, itt ugye valaha egy üres telek volt, és ide volt kialakítva a Ganznak a próbapályája, és korai dízel motorkocsikat például itt próbáztak, és egy kicsit lejtett is a pálya azért, hogy az emelkedőn való viselkedésüket is tudják tesztelni. Hogy ez a vágány meddig létezett, és úgy pontosan mi volt a nyomvonala, azt nem lehet tudni, de hogy erre a tömbre, tulajdonképpen itt tőlünk, tőlem jobbra, a MÁV korábbi székháza, a nemrég kiürített székháza található, tehát erre az ex-MÁV székház felé vezetett ez a vonal, azt tudjuk, hát a pontos nyomvonalat azt nem ismerjük, nem tudom, hogy hány évig létezett, és hogy esetleg van-e olyan térképrészlet, amin ez fellelhető. Eddig nekem nem sikerült ennek nyomát találni. Ugye ez a nagy irodaház, a Módusz irodaház valaha a Ganz Mávaghoz tartozott, és ugye itt ért el a Könyves Kálmán körutat, ahol most az egyes villamos közlekedik, hát akkor még ez nem így volt. Itt ért el a Könyves Kálmán körutat ugye a próbapálya és a 23-as villamos. Közben itt fölveszünk akkor már egy Tátrát, ha már érkezik. És ezen a nagy placos részen volt a nagy ívben fordult ki a villamos ide a Könyves Kálmán körútra, és akkor még ugye nem a középen, hanem a Könyves Kálmán körút két oldalán voltak a vágányok. A próbapálya vágánya pedig itt nagyon kis szögben, hegyes szögben, Schregen közlekedett, és a
az útnak az északi oldaláról gyakorlatilag áthaladt itt a kereszteződésen keresztül a déli oldalára, és egyébként itt a Ganz telephelynek itt volt a vége ugye a Könyves Kálmán körútnál, és onnan is kiágazott egy próba pályavágány, de erről majd egy kicsit később mesélünk. Ugye itt az út túloldalán pedig elérte a vágány a Népligetet. Ugye több ismert kép a próbapályáról itt ebben a kereszteződésben készült, ahogy a Könyves Kálmán körútat keresztezik különböző szerelvények. Hát, hogyha a copyright engedi, akkor bevágok közülük, de nem tudom, hogy ezek nem szerzői jogvédelem alatt álló képeke, úgyhogy ezt nem tudom megígérni. Ha láttátok a képet, akkor bevágtam. És itt látszik ugye a terelés, az útépítés, itt a Vajda Péter utcának ezt a szakaszát építik, és ezért csak célforgalomban lehet behajtani, így a 99-es busz sem tud ebben az irányban bejönni, és kerül, és mi pedig gyalog be tudunk jönni, és megnézzük, hogy mi nyoma van a próbapályának, és hogy vajon az el fog-e tűnni. Amúgy a mávag, a ganz és a ganzmávag története is nagyon érdekes, azzal is érdemes lenne egyszer videóban foglalkozni, illetve maga a Népliget története is nagyon érdekes, hogy más ne említsek, találtam olyan képeket, ahol csilléket tologatnak a Népligetben, ugyanis arrafelé a Népligetnek egy részén mélyebb volt a terület, és azt valamikor a nem is tudom, 50-es vagy 60-as években, ha bevágom a képet, akkor ráírom a dátumot, valamikor feltöltötték, és ehhez csilléket használtak, törmelékkel töltötték fel a Népligetnek egy részét, és egyébként nem csak akkor volt itt kisvasút, hanem illetve akkor volt itt kisvasút, viszont egyrészt a próbapályának is volt keskeny nyomközű vágánya a több nyomtávú vágányban, és lett volna itt, majdnem lett itt egy parkvasút a 40-es évek végén, ugyanis nem tudom, hogy tudjátok-e, a végül Széchenyi hegyen megépült, illetve Széchenyi hegy és Hűvösvölgy között megépült gyermekvasutat, egy időben úttörő vasutat, ide is tervezték, tehát ez volt az egyik lehetséges helyszín, de végül ugye a budai hegyek között épült meg. A kereszteződés után a próbapálya két nyomtávú vágánya itt már teljesen elérte a Vajda Péter utcának a déli oldalát, és itt tulajdonképpen a fák között a ligetben vezetett, és néhány éve a ligetben felszedték a vágányokat, és úgy tudtuk, hogy nem is maradt nyoma, de most felfedeztem, hogy itt tulajdonképpen a ligetből kihajtó egyik ilyen kis aszfaltos útból bizony kikandikál egy sínszál, ami itt látható. Úgyhogy ezt még lehet, hogy sokáig fogjuk nézegetni. Hát próbáltam egy kicsit a cipőmmel megdörzsölni ott a többi részét is, de onnan nem látok sínszálat kikandikálni. Minden esetre, ha jobban megnézzük, itt az aszfaltnak a feltöredezése szintén kiadja ugye a vágánynak a helyét, és ez a gyakorlatilag ilyen gyalog sétánynak használt rész, ez volt a vágánynak a helye. Itt látjuk, hogy közművek is kerültek a helyére, tehát itt ezen a részen már biztos, hogy felszedésre került a vágány, hiszen ezek a felszedésnek a folyamatát annak idején láttuk. A már előbb mutatott kijáratról, ami ugye a Könyves Kálmán körút felé volt, volt egy leágazás ide, ami tulajdonképpen a próbapályának egy másik ága volt, és itt csatlakozott be a régebbi ágába. Ez egy nagyon sok nyomtávú vonal volt, és itt volt gyakorlatilag egy ilyen sok nyomtávú váltó, és ha megnézzük itt a vizesen csillogó aszfalton, látszik gyakorlatilag a sineknek a formája, ugye az útátjáróban a sínszálaknak a formája, hiszen míg a ligetből kiszedték a vágányokat, innen ebből az átjáróból nem, hanem egyszerűen ráaszfaltoztak, és ott tulajdonképpen kipúposodik az aszfalt alól
ez a sín darab. Hát ezen az oldalán magát a sínt nem lehet látni, de az aszfaltnak a púposodása nagyon jól kivehető és nagyon jól látszik. Egy szerintem még néhány év és látszódna a töredezett aszfalt alatt a sín. Hát kérdés, hogy most ezen a mostani felújításon a teljes útszakaszt felé felújítják-e, és hogy itt is újra aszfaltoznak-e, vagy csak egy bizonyos szakaszt. Én egyelőre az utca másik végén, a vasúti híd alatti, vagy az közeli részén láttam munkálatokat, és itt látható is az aszfaltban, hogy helyenként ugye javítva is volt, tehát hogy külön nem egy szerre lett leaszfaltozva, tehát látszik ennek a vonalnak az íve, és nagyon szép nagy ívben érte el a Ganz Mávagnak a Könyves Kálmán körút felé lévő kijáratát, itt a ligetnek a sarkos részén keresztül. És ugye átjöttünk a túloldalra, közben érkezik a 99-es busz is. És itt ezen a részen már fel van az aszfalt repedezve, és tulajdonképpen itt a víz alatt már látszik is a vágány. Most nem jön az autó, addig egy kicsit megborzolom nektek a vizet, és ott láthatjátok tulajdonképpen a sínszálat. Hát e tekintetben kicsit rossz időben jöttünk, mert ezeket a sínszálakat itt nem sikerül megnézni, ugye itt pont a pocsolya alá kerültek, de más, a szemközti sínszálat pedig pontosan, hogy megtaláltuk, és itt az aszfalt repedéseit ebben a vizes közegben sokkal jobban fel tudjuk venni. Hát ha ez a itt a Vajda Péter ezen szakaszának teljes hosszán lesz a felújítás, akkor bizony könnyen lehet, hogy ezek a maradványok itt eltűnnek. A korabeli fényképekből és leírásokból egyébként az gyanítható, hogy ezt a próbapályát többször átépítették, bővítgették, és így tovább, a különböző igények szerint, ugyanis arra utaló jelek vannak, hogy a különböző időszakokban különböző nyomtávok létezhettek itt. Állítólag volt olyan időszak, amikor egyszerre 6-7 nyomtáv is megtalálható volt a próbapályán. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban a buszból, vagy fiatal koromban a buszból nézegettem, akkor még létezett a vágány, de hát használatban már nem volt a 90-es évek elején, és nagyon ilyen különlegesnek és misztikusnak találtam ezt a dolgot, hát akkor még nem tudtam, hogy ez a vágány mi célt szolgál, és miért van benne ennyi sínszál. És akkor haladjunk tovább, mert a Népliget túlsó oldalán bizony van még ezzel kapcsolatos érdekesség. Egyébként a próbapályán nem csak többféle nyomtáv, hanem többféle áramnem is létezett, ugyanis egy nagyon komoly felsővezetékrendszer volt, és úgy volt megoldva, hogy többféle áramnemet is ki lehetett rá vezérelni, hiszen akkoriban az 50-es, 60-as, 70-es években, amikor ezt a próbapályát leginkább használták, akkor különböző nemzetközi piacokra gyártott járműveket a Ganz Mávag, és hát különböző áramnemekkel, úgyhogy ha jobban belegondolunk, akkor talán mondhatjuk, hogy ez volt Magyarországnak az első több áramnemű vasútvonala. Tulajdonképpen talán az egyetlen, hiszen egy ponton vagy egy szakaszon több áramnem, az talán Magyarországon csak a Hegyeshalmi határállomáson van. Itt viszont ugye a próbázások miatt ezt biztosítani kellett, és egy nagyon komoly áramátalakító és a hozzá tartozó kapcsoló helyiség volt, ami biztosította, hogy az e fölött lévő felsővezetékre többféle feszültséget ki lehessen vezérelni, és nyilván úgy volt kiépítve, hogy ezt bírja is. Hát ugye innen a terelőút táblákból láthatjuk, hogy innen van teljesen lezárva az útnak ez az iránya, ezért nem közlekedik itt ebben az irányban az autóbusz, ezért közlekedik terelve, és hát ezekből a jelekből
meg a terelés hosszából arra következtetek, hogy nem fog ez, hogy nem fog a teljes útpálya egészen a Vasúti hídtől a Könyves Kálmán körútig megújulni, hanem tippem szerint csak ez a szakasz. Hát nézzük meg, hogy a túlsó végén lévő nyomok, azok megvannak-e még, vagy már eltüntették. Hát nem túl biztatók a jelek, mert innen úgy tűnik, hogy a nagy felületű aszfaltozás már megtörtént, de mindjárt közelebb megyünk és meglátjuk, hogy mit látunk még. A nagy felületű aszfaltozás megtörtént, de a vágányok nyoma még megmaradt, úgy látszik, ismét ráaszfaltoztak a vágányokra. Egyébként a leírások szerint, amiket majd ide belinkelek, itt egy elágazó váltó volt, ugye egész a vasúti töltésig tartott a próbapálya, aztán az 50-es évek elején, azt hiszem talán 52-ben, de ebben nem vagyok biztos, szükség volt metró járművek próbázására is, ugyanis akkoriban az volt a terv, hogy metró szerelvényeket orosz licensz alapján, szovjet licensz alapján Magyarországon fognak gyártani, és ehhez kellett kiegészíteni ezt a próbapályát, és itt kiágazott egy ilyen vonal. Ott az FTC-nek, az FTC sporttelepnek, nem a Fradi pályának, a Grupamának, hanem itt az FTC-nek, egy sporttelepének, ott a kapuja ki is adja régen azt a nyomvonalat, hogy ott tulajdonképpen egy ilyen ívben a vasúti töltés mellé ment ez a pálya, és a vasúti töltés mellett volt egy ilyen pár száz méteres metró próbapálya. Mindjárt erről is mesélünk, de először megnézzük ugye itt a megmaradt sínszálakat, amik ismét gyakorlatilag úgy lettek eltüntetve, hogy le lett aszfaltozva. Úgyhogy ezek a szálak, ugye ott a terelősín is kikandikál, azon mentek a kerekek, ez pedig ugye a terelősín volt, és itt a másik sínszálhoz tartozó terelősín is kikandikál a pocsolya alól, illetve hát maga a sínszál is, mielőtt itt elveszik az aszfalt előtt. Hát egy kis tulajdonképpen itt most kicsit saras, de tisztább időben ezt, ha így megkaparnánk, akkor lehet, hogy jobban látszódna. És itt van egy harmadik sínszálnak tűnik, de ebben nem vagyok biztos, hogy ez az. Minden esetre az érdekes, hogy ha ide több nyomtáv ment, akkor az miért volt. De hát ezekből a nyomokból úgy tűnik, hogy itt is egy, kettő és három sínszál volt, plusz a hozzátartozó terelősínek. Tehát ez az átjáró is több nyomtávú volt, ami tényleg azért érdekes, mert hogy a metró próbapályához elég volt ugye a normál nyomtávú kapcsolat, de lehet, hogy még ezt a sarkos részét is itt a próbapályának használták annak idején, és ezért épült több nyomtávval. Egy pillanatra átjöttem a túloldalra is, hogy hát ha találok nyomokat, de ezen az oldalon gyakorlatilag nem láthatóak a nyomok, ha van is valami a sínszálakból, akkor az valahol itt a talaj alatt lehet, és belestem ott a kapun is, és ott sincs nyom, ott fel van murvázva, úgyhogy ha van is, ott is vágány és nincs felszedve, azt ugye talaj felszín borítja. Közben itt eljöttem a vasúti töltés és a Fradi sporttelep között, és egy érdekes pontra bukkantam. Valahol erre jött a vágánynak a kihúzója, ugyanis itt irányt kellett fordítania a metró próbapályára közlekedő szerelvényeknek. És itt már ideig valószínű már nem jöttek el a vágányok, de pontosan nem lehet megmondani. Minden esetre itt egy ilyen régi távhővezeték található, ami átmegy a vasúti töltés alatt, és oda nézzetek, egy ilyen alagúton megy át, tehát még egy ilyen vasajtó is van hozzá.
De hát ezen ugye egyrészt nem fogunk ide betörni, másrészt meg nem is ez a mai videónk témája, de ez valószínű a kőbányai erőműből, amit pár éve kibontottak, onnan vezethetett valahova erre a területre, és hát itt a vasút alatt, a töltés alatt átvezették egy ilyen kis alagúton, ez csak így érdekességképpen, és akkor hát tulajdonképpen itt ennek az ösvénynek a nagyjából ezen a területen. Hát most itt nyár van, és nagyon sok eső volt most, úgyhogy nagyon élénk a vegetáció, vagyis nagyon gazdag a vegetáció, tehát valószínűleg érdemesebb lenne ide egyébként egyszer télen eljönni, tél végén, vagy így tavasz elején. De hát most ezt a videót az útépítés apropóján most vettem föl, tulajdonképpen most veszem föl, tulajdonképpen okafogyottan, mert hogy ezek szerint az aszfaltozás ellenére a próbapálya nyomai mégsem tűnnek el. Minden esetre itt volt az a kihúzó, ahol irányváltással be tudtak közlekedni, vagy hát valószínű, hogy valamilyen mozgató járművel, valamilyen vontató járművel húzták ki őket, és tolták be őket a metró próbapályára, ami itt az 50-es években üzemelt. Egyébként nem csak metrókat, hanem villamosokat is próbáztak itt, úgyhogy egyrészt alsóvezetékes, a metró feszültségének megfelelő, ha jól tudom, 825 voltos feszültség is volt, tehát harmadik sínes, és villamosos felsővezeték is megtalálható volt a próba pálya részén. Hát valószínűleg ez a harmadik sínes megoldás, ez ide erre a részre nem jött el, hiszen ez itt a nyitott része, és az a próba pálya rész ott a túloldalon, amit majd mindjárt, ahova mindjárt benézünk, az pedig egy zárt, teljesen elzárt pálya volt, hiszen az alsó vezetékes üzem az arra járókra veszélyes, hiszen ha belebotlanak a harmadik sínbe, akkor könnyen áramütés érheti őket, tehát azt nem lehetett csak úgy szabadon hagyni. Egyébként valahol itt a felismerhetetlen susnyába fordult ki ide a vasúti töltés mellé a vágány, oda, ahol az előbb gyalogoltunk, és mi most itt vissza fogunk gyalogolni a vasúti töltés mellett, ahol szintén ugye a próbapályára vezető vágánynak a másik egyenes ága vezetett, és megnézzük, hogy mi maradt a magából, a próbapályából, legalábbis megpróbáljuk megnézni. És ha a vágányokat és oszlopcsonkokat ugyan nem is, de itt néhány itt felejtett és kibontott talpfát azt találtunk itt a nyomvonal mellett. Ezek valaha a valószínűleg a próba pályára vezető vágánynak a talpfái lehettek, de azért ezt 100%-osan nem lehet kijelenteni, hiszen egy vasútvonal vezet mellettünk, úgyhogy simán lehet, hogy valamilyen felújításból vagy karbantartásból maradtak itt. Ezen a talpfán itt még kötszerek is vannak, és egyébként itt úgy tűnik, hogy ugye az alátét lemez meg az egyik síncsavar, az megtalálható, és ott úgy tűnik, mintha lett volna még rajta másik, úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy ez tényleg több nyomtávú volt, bár mondom, azt a mai napig nem értem, hogy a próbapályához miért vezetett több nyomtávú vágány, mármint a metró próbapályához, mert hogy a próbapálya többi részén miért volt, azt tudjuk, és most már ti is tudjátok, hiszen elmondtam. Itt újra kiérünk a Vajda Péter utcához. Közben érkezik a 99-es busz, ugye egy irányban közlekedik ezen a szakaszon, és ugye itt ment a próbapályára vezető vágány, tehát ott, ahol átmentünk, ott kanyarodott észak felé, és egy ilyen váltón tulajdonképpen visszafogott, és így tudott magát a tényleges városi vasúti próbapályát elérni, ami ugye itt a túloldalon volt megtalálható, itt most is
ugye kerítés van, és akkoriban is egy kapuval le volt zárva, és a Népliget felől pedig kerítéssel. Ugyanis, mint említettem, ugye ez egy teljesen zárt pálya volt. Talán ez a vasdarab lehetett a régi kapunak, lehet egy maradványa, és ha már ez itt van, akkor ez segítségünkre lesz a tekintetben, hogy kicsit be tudjunk lesni. Ugyanis itt a nagy dzsumbújban, a dzsindzsában vezetett valaha a próbapálya. Hát itt egyébként van ilyen villanyoszlop, ami hát nekem ilyen telefon vagy távíró oszlopnak tűnik, nem túl magas, úgyhogy nem hiszem, hogy ez a felső vezetéket tarthatta. Ahhoz túl alacsonynak tűnik, de itt voltak a vágányok. Egyébként a 90-es évek elején én ezt bejártam, akkor ugye ez elhagyatva volt itt ez a vágányzat, és megvoltak a vágányok, a harmadik sinek, és hát hogy vezeték volt, azt nem tudom, de mintha felső vezeték tartó oszlopok azok lettek volna. De hát ez a sztori, ez nagyon régen, ugye körülbelül 30 éve, vagy több mint 30 éve volt a 90-es éveknek a legelején, és az emlékek már halványulnak, az viszont biztos, hogy a próbapálya később a metrók próbázásával a ganz mávak szempontjából funkcióját vesztette, és ennek ellenére nem szedték fel, hiszen a fővárosi villamosvasút, illetve később a BKV tudta próbapályaként használni, hiszen a túlsó végén be lett kötve a villamosvasúti hálózatba. Ugye akkor még az M3-as metró nem létezett, és az Üllői úton villamosok közlekedtek, és ott csatlakozott ez a pálya a villamos hálózathoz. Egyébként a túlsó végén egy kocsiszín, raktár és kapcsoló helyiség is volt, úgyhogy ezek az épületek egyébként a mai napig léteznek, de amikor a 3-as metró Kőbánya-Kispesti hosszabbítása kapcsán ugye az Üllői úton a villamos közlekedés megszűnt, akkor ez elvesztette a vasúti kapcsolatát, és tulajdonképpen próbapálya jellegét elvesztve egy ilyen jó 20 évig legalább ott a gazban leledzett a vágány, és nem volt semmire használva. A telephelyet a mai napig viszont, a pálya túlvégén lévő telephelyet a mai napig használja a BKV raktárként. Hát tulajdonképpen mégsem tűntek el, mint ahogy számítottam rá, a Népligeti próbapálya utolsó nyoma is, sőt újabb nyomokra is lehetünk. Minden esetre most oda a régi kocsiszín épülethez nem megyünk el, úgyis vissza kell ide jönni, és jobb időben, már vasútbejáráshoz képest jobb időben is be kell járni ezt a vonalat. Úgyhogy innen a Fradi Sportközpont elől én búcsúzom. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha nagyon tetszett, akkor csatlakozzatok csatornatagnak, és tartsatok velem mindenképpen a következő videóban is. Én Rikári voltam Budapestről, a Népligetből. Sziasztok! Tschüss.